Itt. Netán valaki azt hitte, nem ez tovább ilyen jellegű videók, ez nagyon tévedett. Azért tévedett, mert az örök harc, az mindent legyőz. És itt van ez a rendszer. Jött ki újabb Linux kernel verziók is. Itt van ilyen Intel mikrokódnak a firmware-ra, frissítések. Nem fogom mostan. Meg kell indítani a rendszert. Ez helyett visszamegyünk az alapokhoz. Nagyon sokszor elfelejtem az alapokat. Az alapból, ha nem lettek volna munkások. Ez is lehet, van ilyen sok, hogy egy fickó megy a régen is csináltam, de még jó régen láttam, hogy 2 évvel ezelőtt. Mit csinálnak? Na, mint munkásszó. Az a foglalkozás neki, hogy szellemeket kerget. Hogy van ilyen csapat, infravörös kamerával. Egy, aki lássa, a többi meg utána szaladgál. Egy szaladgál, a többi meg megy utána, hogy adja ki a koordinátákat, ilyen telefonokkal. És van pénze neki. És hogy nekem ez nem sikerült. Simán sikerülhetett volna. Ezek a munkások egyszerűen tönkretettek. Egyszerűen a... ebből megbírtam volna simán élni. Nem helyette a munkásoknak a nyomaigassokat hallgatnom. Jóval több pénzt kerestem volna. Keresettem volna, de nem! Helyette beavatkoztak. És ezért meg kell őket büntessen. Egy idő ide vagy oda! Most már. Egy alapból lehetett volna jó sok pénzt keresnem. Simán bírtam volna! De most is megtehetném, de már nem érdekel. Ez túlságosan egyszerű lett volna. Izgalmasabb, ha visszajutok a hatalmi szerek vezetésére. Mindig az izgalmasabbat kell választani. Nem azt, hogy bemész dolgozó 12 osztályt. Kés munkát is kapsz pénzt, és ennyi vagy! Már megkaptad a pénzt! Simán. Mettem volna ilyen médiumnak, hatalmi szervezetnek. Országnak még valaki ilyen médium? Sármánai. Aki sem mehettem volna, de nem. Ezek a rohadt, büdös kis munkások utamba álltak. Egyszerűen mindig az utamba voltak. Vannak. Mi most is érzem a hatásait. Mindegy, most menjünk vissza. Értelmesebb részre! Ezek a sátán. Sták. Sátán, abban ábrázolva, kankecskeként. Érteni kell a kankecskét. Meg kell találni a kecskét. És itt van. Abban ábrázolva, kecske. Itt meg kicsit van fantáziálva. Többször mondtam, a valóságban, ha jól emlékszek, jól is tudom, sátani szerzeteknek, alapból egy sima, fehér házi kecske lenne, 2 kézlábra, 4 kézlábra felállítva. És a lényeg, ha megint kezdek munkás lenni. A munkás keresél! Lényeget. Hogy még mit akar. Kezdenek tönkretenni az agykattatásomat. Én nem tudom, mi lesz veletek. De tudom, mi lesz veletek, de azt nincs kellem kivárni. És ez ellen tenni kell. Néztem, hogy kezdenek romlani a ilyen sátán szervezetek is, hogy kezdenek a munkások felé hallani. Jó, emlékszek, az labból az volna, nincs rétegeződés. A munkás egy külön réteget
hoztak létre, külön szent nyelven beszélnek, és nem tudnak rendesen kifejezni magukat. Lehet könnyedén rájuk hatni, hogy már rossz felé mentek. Tasacskán már emeltek már keresztény egyház felé, már azok vannak elkerülni a munkásokkal. Mostában nem kell a munkásokkal törődnetek, abszolút. A munkás csinálja, amit akar. Ott kell leszállni, ahol vannak. Soha nem kell megadni nekik az örömöt, hogy igazuk legyen. És már néhány sátán szervezet pont az ellenkezőjét teszi. Végasztalja őket! Így nem tudom, mi a felét művelnek már. Tényleg. Mondom, miből áll az alap! Elnézzük, az alap abból áll, hogy jó szélet baszni jó sok nőt, mert néha meg darabolni szoktak. Nem ittem meg. Ez szerintem más művelnek. És itt van, hogy ez a sátáni hit. Jó sok mindenen alapszik. Az alapok. Oké, okay. Buddhisták. Van ember, jó sok minden, attól függött, hogy milyenek voltak az alapítók származásától. Voltak ottan arabok, voltak zsidók, és így igaz, azok is voltak. Voltak keverékek is, arab meg iszlám, azoknak a keverékei, ilyen terrorista hívők, és abból alapult meg ez a sátánisták. Egy része onnan lett kiszedve. Azok az alapok. Ők megmondták, hogy is kell ezt a szerzeteket megalapítani! És tisztára jó, sikerült te 21. századra kezdek egyszer megromlani. Mert volt is szó, többször is róluk. Más is voltak. Itten a legnagyobb hiba az, hogy már 18 évet kellett a munkások közé járnom. 18 év. Ez hosszú idő. És hallgatni a sok szar szemüket? Nézd a tévét. Amilyen erőszakokat szenvedtem el, mert nem tudják a munkások, hogy egymás után, ha nézz, két kibaszott Walt Disney, de nem csak Walt Disney volt, egymás után voltak ilyen szarok, Pokémonok. Mi volt még Pokémon akkoriban? Voltak egymás után Pokémon is, minden vacak volt, egymás után kettő. És képzeljünk el azt, 4 óra hosszából elnézni, meddig tartott az a Pokémon. És végig kellett ülnem, ott kellett ülnem, és jött a következő. Nagyon megerőszakoltak. Tiszta erőszakot szenvedtem el. Egy volt? Akkor nagy valószínűséggel ez volt. 1998-as életet. Metro Strike Back. És hány Oroszáig tartott? Itt van 127 millió, 172 millió dollárt hozott nekik. Nem így, hogy meddig tart. Hány rosszás volt? 75 perces volt csak. Meg az is 75 perc lett. 75 meg 75. Egy orosza is 15 perc. Ez már két orosza. 2,5 órán át kellett néznem a virtuális világot. 4 orosszávú. Az úgy kellett elképzelni, hogy elmentem. Kaffa. Ennivaló. 2,5 óra hosszát kellett kibírnom 3 éven át a tévé mellett.
és tisztára megerőszakoltak a pszichopata avónék. Ezt a sok erőszakot, amit elszenvedtem a munkásoktól. Meg a Disney-től is. És nézzétek meg azt, hogy a Walt Disney megvettem minden céget. Ezzel a rajzfilmeivel be tudtam manipuláltatni a többi céget. Végén megvette az összeset, ami volt. Most nem Walt Disney a neve, hanem csak Disney. 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 Le van rövidítve Disneynek. Jobban hangzik! És sikerült neki. Hogy a filmek elején rajzolta, és csak húzogálgatta. Itt van a hét törpe. Ez itt a mai streamszerűség fel fog kerülni az internetre. Azért kerül föl, hogy rajta legyen. Olyan tartalmak is jöjjenek, legyen a YouTube-on, ami nem munkás hatásra van. Nem a külön rétegeződésről szólnak. Voltak itten sátánisták, voltak már buddhisták, voltak irániaiak, már minden. Az a fontosság, hogy volt az a terület, ahonnan feljöttek. És keveredtek. Mentek, feljöttek egészen Európába. Hegyekig felmásztak, feljutottak. Az igaz hit. Lett volna, mert tudom, mellé szavazva, ez, hogy Szerbiában más helyzet lenne, és mai napig az örök harc volna. Nem így alakult volna semmi se. És más réteg lett volna. Tehát, és itten örök harc lett volna. Két fél között, klánok háborúzhattak volna nyugodtan. Más lett volna ez a világ kinézete. Másnyian lett volna szavazva. 300 év, több mint 300 év ezelőtt. Másra szavaztam volna akkor. Nem ahogy lett szavazva, de most sem megváltozott a ucskán a reményem. Már kezd itten a Szerbiába kicsikét elegem lenni. Jobb dolgaim is lettek volna. És máshol már tudtam volna magamat árugatni. Mindenféleképpen. Legelőleg megmondtam. Volt kicsi józan esze. Az... Szállt volna valakikkel, infravörös kamerába, csapatba, és ment volna tovább. Vannak ilyen tévéműsorok! Ez itt van az egyik. Ez a legegyszerűbb. A másik is egyszerű lett volna, a nyugodtan vetkőztem volna. Elmettem volna Csihollónak. Az is jó lett volna! Lettek volna videók, de az sem lett meg.
De az is lehetett volna, hatalmi szerkezeté lettem volna, simán felettek volna! Lehet, amúgy is feljutottam volna! Ilyeneket pont, mint én vagyok ilyeneket, kereslek oda! És az is lehet, hogy visszakaptam volna teljesen a hatalmat. Minden lehetett, nem lehetett volna. Tudom, a jövőmet látom. Jobb lett volna. Az van. Én mondtam, legelején is, hogy egyszerűen itt Szerbiában a munkás rétennek lenne a legnagyobb hatalma. Ezt meg kell törnöm. Rakétákkal mindent meg lehet törni. Itt is a sziopata vonőnek kell a tanításait követni. Szóval nagyon sziopaták voltak. Mindent a szemétbe kell dobni. Nyilvánvalóan, hogyha egy idő után a kézi gyári munkások fölösegessé válnak, mit kell velük tenni? Szemétbe kell dobni. Vagy szóval egy pár rakéta, és már föld alá is jutnak. Ilyen egyszerűen lehet gondolkodni. Hogy ittán a folytonos virtuális világ hatásnak lehet-e kitéve, nincsenek ilyen streamek, voltak ilyen operációs rendszereknek a leteszelése, ilyen disztrovácsok lesznek. Lenni fognak még. A tézis, nem a pészke nekem, hanem már a hatalmi szerveknek egy része a vezetése. Valamit mégiscsak el kellett volna írni. 18 éve Abu, a legnagyobb részben arról szólt a 18 év, mindig felbocsászva az idegen. Néha hol az óvónőt vertem volna szét, hol a tanítónőt, hol a tanárokat, fel voltam volna. Ez 18 éven át magamat tűrtéztettem. Nem tettem semmit se ellenük. Tisztára, semmit nem tettem ellenük. De most már nincs kedvem most már. 18 évet elcsesztek ezek a munkás rétek követése. 18 év. Nagyon sok volt. Én nem arra emlékszek, hogy milyen jó volt, arra emlékszek, hogy hányszor felbocsászva az idegeim. Hányszor mertek pofázni vissza. Akkor szét kellett volna vernem, ha észem lettem volna már 5 évesen az óvónőt, vagy 4 évesen. Meg fogni egy lapátnyét is jó elverni. És nem mertem ezt megtenni. És így tovább lesznek, és addig is nem kell semmilyen virtuális világot nézni. Köszönöm ismét a figyelmeteket, szevasztok!